Valami oknál fogva, az emberek tudatában ez nem egy pálya. Vágyunk utána, eljövünk ilyen eseményekre, megtervezik az életünket, játszunk is vele egy picit, de nem, az életünk kiteljesedését nem tudjuk ezen a módon elképzelni. Pedig csak így lehet. Azért értem, hogy erről hitet tegyek. Tehát hogy elmondja, hogy igen, hát ez nem egy üres történet, ez igenis akárhány évesen neki lehet fogni. És nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert egyszerűen, mert ebben van energia, van saját energiája dr. Magyar Gábor, 42 év, 42 lépés az ellátásban. Magyar Gáborról az kell tudni, hogy ő Magyarországon őshonos állatokat tenyészt, őshonos növényeket termeszt, és mindent, mindent a saját tapasztalapján alakított ki. Tahitót fali házi orvosa, közben gazdálkodik, és családi szinten gazdálkodnak, tehát most már az ő gyermeke is gazdálkodik vele együtt. Köszönöm szépen, leülök, már, hogy családias, barátias, és ha már visszajöttem a szülőföldemre, akkor megtisztelem és leülök. Tiszteltem még egyszer, köszöntök mindenkit. Én amúgyból származom, az talán nincs innen túl messze. Sokat járkálgattam erre gyerekkoromban. És a 42 év az nem az életkorom, mert annál azért egy picit már beljebb vagyok, viszont 42 éve foglalkozom fizikailag is a magyar hagyományal, a hagyományos gazdálkodással, az az életformával, amivel gyakorlatilag születésem óta folyamatosan még kapcsolatom volt. Ilyen formán gyakorlatilag azt hiszem, hogy az egyik legöregebb vagyok a, azok közül, akik a hagyomány, mint életformát életcéljuknak tekintik, és vigyáznak azokra az értékekre, amiket olyan méltatlanul mellőz a mai világ, és amik egyedül képes az embert a saját kultúrájában, a saját szülőhelyén mindenféle nagy erőfeszítések nélkül, már az erőfeszítés nem a fizikai, hanem a szenvedés oldaláról említem, tehát nagy szenvedések nélkül képes az ember megélni. Hogyan gondolom én ezt? Amikor én felnőttem, akkor itt, ahogy van, egy működő valódi közösség volt, úgy hívták akkor, hogy nagy község, de ez nem attól volt közösség, hogy kikiáltottuk, hogy mi közösségben élünk, hanem természetszerűen összefügtek az emberek. A műsorszám támogatója és partnere a Kompomárk Stúdió, az informatikai megoldások szállítója. Az én pedagógus szüleim összefügtek a, a cipészbácsival, az órásmesterrel, összefügtek a köművessel. a a kocsissal, aki hozta nekünk a szenet a, a tüzépről, a fogatával, és minden más, minden, minden egy, egy bonyolult szövet volt ez a, egy bonyolult hálózat volt, egymásra utalt, és, és, szorosan együttműködő emberek egyértékű és egyenértékűnek nevezhető közössége volt. Ez, amit én közösségként élek meg. Amit ma közösségeknek hívünk, azok általában nagyon szűk spektrumon, rövid ideig részlegesen, esetlegesen együttműködő embereknek a, 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 pillanatnyi, a pillanatnyi szövetségét, kapcsolatát jelenti. Ez ugye nyilvánvalóan valamilyen olyan individualizmusból fakad, olyan egyénről szóló világból fakad ez a gondolat, hogy óvatosan és csak nagyon nagy feltételekkel vagyunk hajlandók együttműködni bárkivel is, és ugye nyilván egy ilyen találkozón talán először azt kell tisztázni, hogy mi is az a közösség, tehát akiket próbálunk egymás mellé hozni. Gyakorlatilag 1980-ban kezdtem, tehát a 42 év az már, az már nem, is, nem is igaz a címe a, a kis beszélgetésünknek. 80-ban voltak az első uh, juhaim, amiket vásárolgattam akkor már egyetemista voltam, orvosi egyetemre jártam, ott szokványos, hogy emberek jót tartanak, miközben tanulnak, és ez végig kísért. Előtte én voltam Mongóliában gyerekként, megtapasztaltam az ott élő emberek életmódját, összetudtam kapcsolni a gyerekkori olvasmányaimmal, folyamatosan arra készültem gyerekkoromtól, hogy, hogy én ezekben az erényekben leszek majd kiemelkedő, amit Fekete Istvántól, Tamási Járontól, mindenféle mindenféle nagy profitikus íronktól tanultam, tanulhattam, hiszen édesanyám volt a magyar tanárom és osztályfőnököm is egyben, úgyhogy nem volt egy könnyű gyerekkorom, ezt azért itt elmondom. Halmozott a hátrányos helyzeti voltam. Ezért bennem, ezt, ezt tanultam, ez érdekelt, és amikor a saját döntéseimre került a sor, hogy hogyan és miképpen fogok az életemmel gazdálkodni, sáfárkodni, és később majd elszámolni, akkor én csak ezt tartottam egyedül. A hivatásomtól függetlenül, tehát attól függetlenül, hogy én háziorvos vagyok most is, és és arra is folyamatosan készültem, de a hivatásom mellett az élet filozófiáimot, és a gyógyításomnak is a filozófiáját, az a természetes hagyomány, az a környezet határozta meg, ami engem akkor körülvett. Először két juhot vásároltam mindenféle nyári és egyéb munkákból, aztán ez így folyamatosan szaporodott, aztán elkezdett érdekelni a juhok mellett a kutyák is, ugye, az sőt azok már bőven jóval régebben, a Mudi nevű fajtának a megmentésében oroszlán részt vállaltam szintén a 80-as évek elején. És azóta is, hogy belém ívódott, belém ragadt, hogy nem, nem tudom elengedni, ami így halódó van. Nem tudom engedni, hogy kipusztuljanak dolgok, amik az életem részét képezték, és ez valami olyan furcsa készer, amivel az ember nagyon nehezen tud a mai világban feszültségek nélkül létezni. Márpedig ugye ez a célunk, hogy egy természetes rendszerben, egy természetes rendben egy, egy közösségben a közösség értékeiért az alap, harcolunk, az alapján élünk és az alapján ö, ö, szervezzük meg az életünket. Ez ma egy picit, mintha nehezen menne, és talán azért is szükséges az ilyen alkalom, hogy, hogy az emberek figyelmét felhívjuk mindenra, ami fontos ezen a téren. Nagyon érdekes egyébként maga az, ahogyan most a hagyomány működik, ahogyan a hagyományőrző fesztiválok különböző alkalmak működnek. Nagyon nehéz az életre valóságot megtalálni ezekben a dolgokban. Nagyon nehéz megtalálni azokat az energiákat és azokat a valódi lehetőségeket, ami az ember elé tárul. Hiszen mi, a mai ember a megélhetését azt a következőképpen képzeli el, és most már gyakorlatilag szinte mindenki így van ezzel, keresünk valahogyan pénzt, és azt költsük el valahogy. És ebben, a, ebben a, az ingoványban Ugye egyetlen egy közös pont van a pénz használata. A pénz használata viszont egy olyan furcsa dolog, ami, ami általunk nem szabályozható. Egy kívülálló erő, egy kívülálló e, szándék az, ami befolyásolja ezeket a folyamatokat, és a hagyomány, a gazdálkodás, a közösségek e, e, erőteljes jelenléte a társadalomban az véd ezekkel szemben. Az nem engedi, hogy a pénz uralkodjon rajtunk, nem ő határozza meg a mi szabályainkat, hanem azt maguk hozzunk, magunk hozzuk létre. De ehhez ugye nyilván kell az a fajta kritikus tömeg, aminek ami kapcsán az ember eh, valóban képes saját szabad döntése alapján az ő saját szabad útját járni. Ugye a magyar hagyomány alapvető eh, igénye a legfontosabb, eh, eszköze, módszere, jelensége volt a szabadság. Ugye ez volt a legeslegfontosabb. És ugye ezt már régóta boncolgatják a körülöttünk lévő politikai, gazdaság és egyéb ágensek, hogy ne legyünk a lehetőleg lehet, ne legyünk szabadok. Lehetőleg ne, 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 magunkra támaszkodjunk, lehetőleg ne a mellettünk lévő másik emberre támaszkodjunk, hanem olyan dolgokra támaszkodjunk, amik, ami, amikre gyakorlatilag nincsen befolyásunk ahol kénytelen vagyunk eltűrni, különböző megszokások, különböző reflexek alapján kénytelen vagyunk eltűrni, hogy mások döntsenek rólunk. Még akkor is így van ez, hogyha mi azt hiszük, hogy magunk döntünk magunkról, pedig ez alapvetően sajnos nem így van. Szóltam néhány szót, hogy hogyan indultam el valamikor egyszer, és el szeretném mondani, hogy most hol tartunk. Most ott tartunk, hogy gyakorlatilag a családommal együtt, hiszen nekem nagy szerencsémre a gyerekeimmel és néhány, néhány jó barátommal közösen valóban sikerült egy olyan működő közösséget létrehozni, ami, ami a következő, következő képességekkel, készségekkel bír. Mi gyakorlatilag az energiától kezdve, tehát onnan, hogy használunk áramot, de azt magunk állítjuk elő, onnantól kezdve az életünk minden szükségleteit képesek vagyunk magunknak kielégíteni. Nyilván olyan eszközökkel, amik most rendelkezésre állnak, és olyan helyzetekre is felkészül, amikor majd ezek az eszközök nem állnak rendelkezésre. Tehát mindenféle hústermék, gyapjú feldolgozás irányába tettünk most komoly lépéseket, eszközöket szereztünk be, malmot tudunk üzemeltetni, olajprést, Mindenféle tejterméket tudunk előállítani, állítunk is elő, is, a teljes spektrumát képesek vagyunk működtetni. Mézet, tüzelőanyagot, fűszernövényeket, gombát, magunk gondoskodunk a saját kultúránkról, magunk gondoskodunk a saját oktatási lehetőségeink megteremtéséről is, magunk gondoskodunk ezekről a, a, a ügyekről. Nem túl látványosan tesszük ezt, mert, mert a világ nem erre kíváncsi, de valóban, ha holnap lekapcsolják a villanyt, akkor mi ugyanúgy működünk tovább, mint eddig. Csak nem traktorok fogják a, a földünket szántani, hanem a meglévő eszközökkel, a megtanított ökreink, végzik el ezt a feladatot. Ha el kell mennünk a szomszédba, és nem lesz a autónk, akkor felünk egy lóhátára és és a ménesünkből kiválasztott csikóval átballagunk ide-oda-amoda és mindenféle eszközt magunk köré raktunk, ami, ami a, a technológiai, technika nélküli, vagy egyszerű technikákkal művelhető régi paraszti módszerekkel, vagy mondjuk inkább másképpen egy uradalmi ma, nagy majornak az eszközrendszerével képesek vagyunk bármilyen módon magunkról gondoskodni, tehát képesek vagyunk fát megmunkálni, meg az eszközünk, műhelyeink, tudásunk arra, és a, 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 a körről beszélünk, akivel együttműködünk, hogy vasat használjunk fel, működtessünk, kovács, műhely. Tehát gyakorlatilag mondom, hogy ha holnap lehúzzák a rolót, akkor mi nem beszélünk arról, hogy meg tudjuk oldani, hanem mi megoldottuk. Ez miért volt fontos? Nem csak az anyagi biztonságból számúra fontos, hanem egyszerűen azt gondolom, és azért örülök ennek az rendezvénynek, és azért jó, hogy, hogy itt most beszélgetünk, azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos, hogy ezek a, Ez a tudás, amiről beszélünk. És a rendszernek az ismerete. Nem feltétlenül az, hogy hogyan kell egy befőtet eltenni, hogyan kell így, ugyanúgy ezt azt megmunkálni, magának a rendszernek, a gondolkodásmódnak, annak a fajta emberi közösségnek a, a mintája a kis modellje maradjon meg, amiből majd újra lehet neveszteni valamit, ha eljön ennek az ideje. Az, hogy mikor jönne az ideje, azon sokat vitatkozunk, mert szerintem már eljön. Ugyanis, ha beszélnek valamiről akkor az már meg itt van. Valamilyen minőségben, az már jelen van az életünkben, hogyha felismerjük, hogy bekövetkezhet, az már azért van, mert annyira erős jelek mutatnak, hogy már be is következett. Csak a reflexióink révén még ezt nem működtetjük az életünkben, és nem is nevezzük nevén, nem is hisszük el. És ez a legnagyobb baj, amit most tehetünk, hogy, hogy halogatjuk a döntéseinket ezen, ebben az irányban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jó, jó, de még valahogy el vagyunk. Az alapműködésünk megkívánja azt, hogy még munkahelyen dolgozzunk, hogy Pénzt keresni, készítsünk dolgokat, hogy ezt a piacon próbáljuk eladni, hogy ne egymás számára próbálja meg dolgokat előállítani, és egy olyan emberi szövetet, egy olyan valódi közösséget működtessünk, amihez nem kell. Nem kellnek a pénzügyi eszközök, nem kell a gazdasági módszerek, nem kell ravaszkodás, hiszen a megélhetés, a pénzügyi megélhetés, az mindig valaki másnak a rovására megy. Ezt, hogy nem nevezzük nevén, mert szemérmesen becsökjük a szemünket, de, de valahogy, ah, ahogy, amikor pénzt keresünk, ugye azt valakitől mi megszerezzük valahogyan. És a mai világ rengeteg felmentést ad, a gazdasági téren elkövetett embertelenségek, kell szemben. Tehát gyakorlatilag az, hogyha valakit becsapunk egy üzlet kapcsán, méltá, méltánytalanul nagy haszonra teszünk szert egy folyamatban, akkor az most nem egy kárhosszatandó dolog, hanem az egy erény. Erre azt mondják, a jó üzletember. Pedig ugye csak egymástól szed, szedegetjük el a, 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 dolgokat, és így próbál megműködni. Márpedig pont a közösségek alapvető feltétele az, hogy, hogy ne egymás kárára, hanem egymást erősítve, egymást támogatva működjünk. Tehát amikor én gyártok valamit, és az pénzére adom, akkor valakinek azt oda kell adnia. És ő azt majd innen onnan másonnal szedi össze. És ez a folyamat gyakorlatilag, mondom, az erkölcseinkben már, pontosabban már az erkölcstelenségünkbe beleégett. Tehát ezzel mi nem foglalkozunk, hogy ez hogy van. Ugye ez, van egy nagyon cinikus mondás, hogy csak az első egymillió dollárról ne kérdezzék a gazdagokat, mert a többi már, az már publikus. De a többi is hasonlóan rossz dolog. Tehát a pénz használta önmagában egyrészt kiszolgáltatottá tesz, másrészt pedig egy csomó olyan emberi tulajdonságot ültet belénk, ami nem jó tulajdonságok. És eleve megakadályoz bennünket abban, hogy kitejesedjünk. Hiszen az ember teljességét, az ember egész, hogy így mondjam, kicsit Orvosilag holisztikus létét, tehát a szent létezését az embernek a világban, a világteremtésben elfoglalt valódi helyét már az ember nem foglalja el, egy egészen más van helyette. A társadalom által szabályozott ember, aki a képességeit, készségeit vidáman elengedi, vidáman feladja, gyakorlatilag el is korcsosul ezáltal. Mert azt gondolja, hogy a rendszer, ami őt ilyen módon támogatja, mindig fenn fog állni. Erre szoktam egy nagyon ronda példát mondani, ami egyébként önmagában, mint esemény nem rossz, az a disznótor. Ugye adott egy vaddisznó, vagy egy vadon felnevet, szabadon felnevet disznó, akit egyszer csak bezárnak egy szűk, szűk helyre. És azt a disznó szépen ellátják mindennel. Adnak neki takarmányt, adnak neki inni megalmoznak neki szépen, elviszik alól a kakimakit, hogy jól el van kis láncot, lógatnak, hogy tudja játszani, és a disznó ott üldögél, vagy egyedül, vagy néhány társával ebben a zárt közepben, és az, hogy a gyerekek jóléti társadalom van. Hiszen alig kell tennem valamit, hozzák a kaját, viszik a kakit, nagyon jól működök, a világ értem van, rólam szól. Igen, egy darabig amíg le nem vágják az embert is, ilyen módon. Az embert nem fizikailag ölik meg jobb esetben, hanem egyszerűen bezárják egy olyan hizlaldába, ahol nagyon irányított módon, nagyon szűk spektrumban, nagyon specializálva, tehát valójában alkalmazkodásra képtelen módon éli az életét, és itt jól működik. Tud nyaralni, mert megérdemli, tud pihengetni, mert szintén megérdemli, nem kell magát szétszakítani, mert megérdemli, és ezt csak azon vesz hisz magát, hogy meghízott, hogy már nem tud mozogni, hogy nem tud alkalmazkodni, hogy gyakorlatilag él egy szűk olban, és egyszer csak jönnek és azt mondják, hogy na most kell nekem ez, és oda fogja adni. Mert nincs más választása. Mert ő már nem tud kimenni az erdőben, makkot gyűjtögetni, mert két lépés után már nem kap levegőt, ott marad és áldozat lesz. És ez az időszak most van. Most van az, amikor inflációt játszunk, és ez a pénzügyi trükkel az emberektől el tudják venni, amiük van, anyagi javakat. És ez most működik. Most, hogy honnan ered és ki milyen szerepet tölt be ebben, az gyakorlatilag teljesen mindegy, mert jelenség létezik. Megszoktam, hogy ennyit dolgozok, ennyit tudok, és azért ezt megkapom, és ez ragaszkodom. Mit kell tenni? Azt kell mondani, hogy most már nem ennyit kapsz azért, amit végzel viszont négyszer annyiba kerül, amit meg akarsz venni. És az ember ezáltal ragaszkodása folytán, megy a szokásai után, mint a szamára elé lógatott répa után, ugye, amerre lógatják a répát, ő arra megy, és ezért harcol, hogy mert neki azért az kell, tehát azért egy hét Horvátország, nem, hát azért az gyakorlatilag semmi, hát azért bármit megadok. Ühő. Vagy a többi, többi ilyen anyagiakhoz kötött szabály, vagy, vagy reflex köti őt, és harcol érte, hogy menjen érte tovább. És akkor azt mondják, hogy jó, de most már nem kapsz annyit érte, viszont sokkal többe kerül, és akkor erre fog áldozni. És olyannyira képes el az ember, mivel másra már nem képes, hogy azt mondja, jó, akkor inkább most majd lesz jobb, most egy kicsit vegyünk fő hitet, nem? Mert erre mert akkor meg lesz az a Horvátország. És akkor eljön az, amit most ugye vízióként felénk festettek, vagy elénk festettek, hogy 2030-ban nem lesz semmit, boldog leszel. Nem lesz semmit, minden bér. Tehát lakhatsz a saját házadban, bérbe, ezután. És hogyha az emberek nem kezdenek el eh, fenntartható módon visszafejlődni, hogy idézem a szlogenyét ennek a, a rendezvénynek. Tehát, nem kezdenek újra emberszabásúvá válni a civilizált szabásúból, tehát nem kezdenek újra e, olyan tudásra szertenni, olyan képességeket magukban e, halmozni, olyan környezetre szertenni, olyan közösségeket kialakítani, amit ami majd a későbbben őket mentesíti ennek a folyamatnak a következményeitől, ugyan bele fog szakadni, és nem csak az elején, hanem a végén is, de ő fog dönteni a saját sorsáról és ezért a mai módon felfogott közösségek idejét múltak. A játszásdiból összefogunk ezzel, azzal, amazzal, egy hétvégére elmegyünk ide, oda szórakozunk, minimális kis közösséget alkotunk, együtt szórakozunk, stb. Vásárlói közösségeket hozunk létre, hogy van négy darab, befőttünk hat darab répánk, és akkor, akkor majd ez így elbulizgatunk, mert ez modern dolog, meg, meg trendi, meg amúgy is fenci, meg nem tudom micsoda. És ennél sokkal többről kell, hogy szó legyen. És talán ez az elmúlt 40-sok évnek, meg az azt megőrző évnek is számomra ez a legfontosabb tapasztalata, hogy egy dolgot nem szabad elengedni. Azt az emberi közösséget, ami magában tartja azt az össztudást, amivel mi képesek vagyunk együtt egy normális kultúrát, magyar hagyomány alapú létezést fenntartani. Ennek a ennek a, a, rendszernek része a tanító, aki tanít, ugyanabból a földből élt az én részszüleimtől kezdve mindenki pedagógus a, a, a családomban, de mindenki ugyanazt a búzából sütött kenyeret ami abban a földben termett, ahol azok a parasztok dolgoztak, akinek a gyerekeit ő tanította. Nem volt más. Ugyanaz volt a közeg, más volt a feladat. Matécsik bácsi a csizmadia, a Rákóczi utcával abonyban, a nagyapám bütyök által széttaposott öreg bakancsát. 40-szer egymás után. És tudtuk, hogy a Matécsik bácsi a suster. És volt más, aki a Farkos Feri bácsi volt a csődörös. És mindenki a maga méltóságával, a maga helyén egy nagyon fontos emberi feladatot ellátott, és nem abba bízott abba a HaviFix-be, amit ö, odattak a kezébe, hanem abba bízott, hogy ha nincs HaviFix, akkor is el tud menni a Matécsik bácsihoz, az akkor is beszögeli, a, megcsinálja a, a, a cipőjét, hogyha csak vajat tud érte cserébe adni, vagy bármi mást, amire ő képes, hogy elmennek neki kapálni. Az én dédszüleim is tanítók voltak, Karácsony Sándor nevű emberrel együtt gondozták a fiatalokat, nem tudom, ez a név mond -e valakinek valamit. Földes nevű községben az én dédapám, nagyapám, dédszüleim együtt végezték ezt a munkát Karácsony Sándorral, aki földesi származású volt. És ott úgy működött a a tanítói szolgált, vagy a reformátusoknál egyetemes papságon, tehát igazából ott az én rektor dédapám, hogyha nem volt lelkész, akkor ő tartotta az istentiszteleteket, ő temetett, stb. stb. És az úgy volt, hogy, hogy egy adott szolgálatért meg volt, hogy mennyivel tartoznak. Nem kell pénz fizetni, ha volt pénz fizetett. Ha nem, akkor azt mondta, hogy három nap gyalognapszám, vagy egy nap írásnapszámmal ő műveli azokat a pedagógus földeket. Itt is volt mindenütt egyébként illetmény földek voltak, hogy, hogy legyen a pedagógusnak mit ennie. Ezért földet kapott. És akiket tanított, annak a gyerekei, vagy annak a szülei, azok megművelték az ő földjét, hogy ő közben taníthassa jóra, szépre. Nagyapám azt mondta, hogy mikor őt oda földesse felvették dolgozni, akkor azt mondták, hogy tanító úr a mi gyerekünkből nagyon jó Magyar parasztokat neveljen. Mert ha nem így csináljuk, akkor elcsapjuk. A közösség tudta, hogy mire van neki szüksége, mert a közösségi tudat, és abban a paraszti gondolkodás, az a komplexitás, az egészet egybelátás, az a holisztikus gondolkodás volt, amikor együtt a természettel, a kultúránkkal, az emberi, abban résztvevő emberekkel együtt, közösen gondolkodva, egy adott erkölcsi, egy adott kulturális szokásrendben működve, képesek voltak az emberek, egy olyan közösséget fenntartani, amikor nem pályázatokat írtok, hogy templomot szeretnénk építeni. Mert hogy miért nincs járda a ház előtt? Önkormányzat. Nincs járda? Hát nincs, akkor csinálj. És megcsinálták. Templomot építettek. Iskolát építettek. Abból a pici erőből, innen picinek látszó erőből, hiszen pénz kevés mozgott benne, gazdasági potenciál nem volt benne, és mégis meg tudtak tenni olyat, ami a mai közösségek saját erőben nem tudnak megtenni. Az elvont pénzeszközökből képes a lánon valamit visszafordítani, pedig ezt az ember saját maga is meg tudná tenni. Miért kell pályázni azért, hogy legyen 100 méter járda, amikor csak cement kell hozzá, sóder, meg 20 ember. És ezért egy bonyolult rendszer tartunk fönn, ami kapcsán özöllik a pénz jobbról, balról, balról, jobbra, és csak oda kell ülni a partjára és pecázni. Nekem ennyi jár, Ennyi jár, én vagyok a 10%-os, én vagyok az 5%-os, ennyi az én haszonkulcsom. hát miért? A közösségek arra jók, hogy építsük magunknak járdákat, hogy építsük magunknak templomot, hogy mi fizessük a tanítót, akinek megmondjuk, hogy mire tanítsa a gyerekünket, hogy ne idegen ellenségeket neveljünk, generációs váltásról beszélünk, ugye? De ez nem generációs válság, ez degenerációs váltás. Egy leépülő közegben nőnek fel a gyerekeink. Már aki hagyja. Mi megpróbáltuk nem hagyni, és szerencsére működik. Hiszen a valóságra a gyerek mindig vevő. A szüleinek mindig hisz egy darabig. Egészen addig, ameddig nem kénytelen olyan dolgokkal szembesülni, ami szembe megy azzal, amit a legjobb akarattal a szülője mondott neki. És neki majd abban a közegben kell helyet állni, ahova mi nem készítjük fel eléggé. Ahova azt mondjuk, hogy majd egy jó iskolában, egy jó tanító kicsit kevésbé pedofil, kevésbé ilyen-olyan, az már nagyon jó, mert a, ugye van ez a hülye visz, hogy legalább szereti a gyerekeket, de hát ezért az egy olyan vicc, amivel az nem nagyon tudunk hosszan nevetni, nem olyan felszabadultan kacakva, mert nem tudjuk, hogy mire föl, tehát mi lesz belőle hogy egy gyerek hogy működik. Megszületik is végtelen befogadási képességgel rendelkezik. Ez a közösségépítésnek a legfontosabb eleme. Hogy a gyerek, ami bepottyan valahova, körülbelül millisekundomként 6000 információt képes begyűjteni és rendszerezni. Ez az ő dolga. Akkor arra van kitalálva, hogy tanuljon meg a semmiből beszélni, járni, lássa maga körül lévő világot, próbáljon meg ebben a világban rendszereket, összefüggéseket látni, mert az alapján tud majd tájékozódni. A mai gyerekek legnagyobb baj az, hogy nem látnak a rendszer maguk körül, csak káoszt, és ebbe próbálnak meg evickálni. De egy természetes módon a gyerek szépen kialakítja, mondjuk 18 hónapos korában, amikor először esik neki a kájhának, hogy a kájha meleg. És onnantól kezdve az kerüli, hogy hozzáérjen. Ez megtanulja a betette, és nem változtat. És ugyanígy építi föl a kis tudatában azokat a tartalmakat, amiből aztán később rendszer szintű gondolkozása, az, a, magas szintű asszociációra alkalmas képzetek alakulnak ki, és ezáltal képes működtetni egy természetes, normális alapú, úgynevezett józan paraszti észnek megfelelő gondolkodásmódot, világnézetet, egy komplex rendszert. Most ezt tanítjuk neki, és beküldjük az iskolába, mi otthon azt mondjuk, hogy így kell, elküldjük az iskolába, ahol iskolában, eh, mikor mondjuk óvodást tesz a gyerek, onnantól kezdve már nagyjából a szülők egy órát foglalkoznak vele naponta, pont, amikor az óvodába eltölt hatot hetet. És ott mindenkitől, aki behordja a cuccot, mindenkitől vesz az infót. A szomszéd Pistike azt mondta, hogy Pokémon. Meg, hogy Hello Kitty. És akkor ez most mi? Utána, hogy felnő, ugye, a jelenség szintű megnyilvánulások egyre gyarapodnak körülötte, egyre kevesebb időt töltünk vele, mert jó iskolába adt, ugye? És akkor egyszer csak az ő feje tele lesz olyan tudati tartalmak, amit már nem értünk. És egy olyan gondolkodási módszer, amit nem tud közösségbe illeszkedni, mert nincsenek közösségi tartalmai. Ezáltal fölkerül a felszín, és ott lebeg. És mi azt mondjuk, hogy legyél kemény, Baj, ilyen legyél, olyan legyél, és nem lesz olyan. Miért? Hát azért, mert nincs benne a fejében, azért nem tud gondolkodni. Mert amikor kilépett a világba, és megmérte azokat, a legjobban nevelt gyerekek is megnézik azokat a, a tudati tartalmakat, hogy működnek-e, amiket a fejükbe tettük, ez az úgynevezett tínézser korszak, és ugye, rájön arra, hogy itt gáz van, mert azzal, aki nem tud semmit kezdeni. Hát mit csinál az hogy én szelíd vagyok? Mikor négyszer vertek pofán, mikor kimentem az utcára. Hát pofán fogom verni. És nem megy ezzel sem, de nem csak ilyen, hanem, nem csak ilyen durva, hanem ennek számtalan pici szösszenetnyi e, csalódása vége, ami föntart egy olyan fajta létbizonytalanságot, ami prédává teszi a gyerekeket. Miért préda? Mert nem tagja, nem szerves tagja, nem integrált, hogy ilyen szépen csúnyán mondjam, nem, nem összenőtt tagja egy közösségnek, ami Körét köré tud állni. Ezt nem, nem, tudnak az emberek illeszkedni. Egy olyan mert nincs, egyetlen pontosan tudják összeilleszteni az emberek a másik emberrel magukat. Miért? Mert nincs közösség. És ha találunk egy ilyen dolgot, hú, -hú most ezen az alapon mi szerveződünk, fradi drukkerek leszünk, akkor annak ugye megvan a maga sajátos élettere, meg van egy pillanatnyi történet is a kezdve, annak vége van, az nem fog egy, egy megtartó közösséget, megtartó erőt képviselni a társadalom szintjén. Tehát nekünk gyakorlatilag sok évnyi tapasztalat után és sok évnyi közösségteremtő próbálkozás után az a, az, a, az a, legfontosabb tanulság az én életemnek, hogy ilyen működő közösségek nélkül nem lehet élni, ilyen működő közösségekkel nem lehet semmit megtartani, vagy, vagy így nem működő, vagy így mondjam, tehát értik, mit akarok mondani. Tehát csak közösségi szinten, egy értéken, közösen abban a térben, abban a kulturális részben szocializálódva, ismerve az elemeket, ami alapján egymáshoz kapcsolódunk, csak így lehet erőt felmutatni. Semmilyen más módon nem lehet. Bármilyen másba hiszünk, abba csalódni fogunk. Mert lehet valaki hatalmas méretű, ilyen-olyan szépi-szupi, nem tudom, milyen használt a kereskedő, de mégsem fog működni a dolog, hogyha egy gazdasági szándék átírja. De ha valaki tud krumplit termeszteni, és van egy barátja, aki a krumplin tud disznót hizlani, és annak van egy barátja, aki, aki nem tudom, mit tud csinálni, és végül is mindenféle e, emberi e, tevékenységet képesek vagyunk egy rendszeren belül működtetni, akkor túléltünk mindent. Ha tudunk tetőt építeni, ha tudunk kardot kovácsolni, valamennyire tudunk mondjuk ilyen lövöldözni, vagy bármit tudunk, és ezt össze tudjuk illeszteni. Akkor, akkor ebből lesz valami. Én nekem alapvetően. Úgy de köszönöm, ez most nagyon jó jött, még, még, még. Tehát nekem alapvetően az volt a az első perctől kezdve a meglátásom, hogy én ebben, ebben, a rendszerben nőttem fel, és mindig könyörögtem a, a pályatársaimnak, ugye volt néhány ember, akivel ugye az azonos módon időben nőttünk fel, én 91 óta foglalkozom, csak katonai hagyományőrzéssel, tehát az, hogy lövöldözünk meg, lovagolunk meg, mindenféle embereket lenyilazunk meg, nem tudom, milyen butaságokat csináltunk, hogy adjuk össze a tudásunkat. József Attilánk van egy verse, az a cím, meg a számokról, nem tudom, hogy ki ismeri ezt a verset, a végső, az a mondani való az, hogy ugye minden egy ember egy-egy szám, egy, egy, darab szám, tehát mindenki egyes az írkában, és az egy az nem tud szorozni, nem tud osztani, egyet tud, akkor tud erőt felmutatni, hogyha összeadódik. És az a vers vége, hogy adódjatok össze, mert ilyen módon felnövekedvén az Istent is, aki végtelenség, valahogy megközelítsétek. Valami ez a, ez a kicsi, kicsengés a dolog. Na mindig könyörögtem a gyerekek. Én tudom a tudásnak 5%-át. Annyira zseni vagy, hogy 80-at tudsz. De mi öten nem adjuk össze az egészet, abból nem lesz semmi. Egy négy bevágott magból nem lesz tölgyfa. Tölgyfa csak egy egész, teljes információt tartalmazó, ilyen picike valamiből, de abból tud lenni, mert abban benne van a növekedés. <kül> és nem úgy kell ezer makot előállítani, hogy egy darab makot ezer felé vágsz, hanem hogy ezer darabból összeraksz egy makot, beülteted a földbe, és megvárod, amiből tölgyfa lesz, és az millió számra fogja ontani élete során a makokat. Tehát nem, hát nem csak a, a, a természetes világban, körülöttünk, a növény- és állatvilágban kell a természetes folyamatokat fenntartani, hanem a legfontosabb, hogy az emberi közösségekben legyenek olyan fenntartható visszafejlődések, hogy még egyszer visszautaljak, ami egyébként szerintem kőkeményen fejlődés, de most ezt teljesen mindegy, honnan nézzük. Az emberi közösségnek is igenis ott kell lennie, annak a tudásmennyiségnek, annak az embermennyiségnek. És amikor ezek egy helyen találkoznak, Onnantól kezd valami élni, addig nem él. Mai emberek nem élnek, hanem léteznek. Mai emberek nincsen természetes kapcsolat a teremtéssel, nem tud belőle energiát meríteni. Pedig az ember teremtett lény, e, ugyebár, és mint teremtett lény, a teremtésen belül saját minőségében egy végtelen energiával rendelkező akármi. Akármilyen picike, de a kapcsolatán keresztül a teremtés végtelenségével rendelkezik. Kiterjedésben is, ha akarom, energiával is. Ezt sikeresen tudomások kell venni, és ennek megfelelően kell viselkedni. Hogy én nem civilizált ember vagyok, hanem én egy teremtett ember vagyok. Nekem nem kell kitalálni, hogy mi vagyok, mert én az vagyok, ami vagyok. Én megszülettem valami oknál fogva, egy természetes módon, a természetes renden belül, egy természetes életútra, és amikor erről lelépek, onnantól kezdve nem vagyok érvényes. Lehet akármilyen fancy trendi, nem tudom, ilyen-olyan-olyan olyan, mindenféle dolog körülöttem, de az önmagában nem tesz engem emberré. Emberré azt tesz engem, hogyha bennem megfogalmazott, teremtett célt megvalósítom. Tehát, hogyha nem megspórolom a, a fizikai teljesítményt, hanem törekszem rá, hogy minél többre, hogy kifejlődjek. Hitem szerint a mai fiatalok nagy része sem fejlődik. Soha nem tudta meg, hogy mennyit tud futni. Soha nem tudta meg, hogy mennyire okos. Soha nem tudtam meg, hogy mennyire a valódi emberi mérté mértékek, vagy, vagy nem tudom, én, tulajdonság alapján, hogy valóban mire képes, nem is törekszik rá. Ezért azt mondja, hogy na, ez a, ez a szint, innentől kedve már szuper. Igaz, hogy kb. ilyen tíz éves gyerek szintjén megmarad, innentől kezdve már szuper, és innentől kezdve nem kell tovább fejlődnöm. És a társadalom, ami azt sugalja, hogy igen, így van, hogy á, elég. A szülők, amikor azt mondják, hogy na jó, hát jó lesz ez így, akkor nem mondják hogy igen, igen, szakadj már bele ebbe, hát menjék ki, 40 fok van, kaszáljál. Nekem nem kellett mondani a gyerekeimnek, mert azt mondták, hogy ja, hol a pap, ja, ott van, akkor megyünk oda. Nem kellett nekem előre küldeni, tehát én nem az a vezér voltam, hogy előre, hanem, hogy utánam. És nekem nem volt más lehetősége, mert ő mit, mi akart lenni? Felnőtt akart lenni. Mit csinál a felnőtt? Azt csinálja. Akkor úgy leszek felnőtt. És ennyi az egész. Ez nem több. Ez egy ilyen icipici történet. És onnantól kezdve aztán nem tudjuk ide jobbra balra kenni a felelősséget, mert hát hiszen mitől lenne más a gyerek, ha ezt látja, ezt tanulja. És a közösségek léte pedig az ilyen módon felnevel gyerekeken múlik. Tehát most nagyon nehéz, mindenkinek fel kell kötni a gatyát egyébként, hozzáteszem, hiszen most, ha tényleg közösségről beszélünk, és tényleg túlélésről beszélünk, és tényleg arról beszélünk, hogy, 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 hogy maradjunk meg a szó klasszikus értelmében, tehát ne egy meg történetnek nézzünk elébe, és ne egy ilyen futurisztikus elmebajnak, amit ugye sokszor elég festették, hogy már most szokjuk meg. Hogy igen, itt ez lesz, hogy hülyék jönnek, mennek és lövöldöznek. Hogyha nem ezt akarjuk, akkor igen, ez egy nagyon komplex, nehéz út. És hitem szerint mindenképpen, aki változtatni akar, annak nem az a dolga, hogy ő eldönti, mi a tuti, és majd megmondja. Mert ez a közösségek, szervezések a legfontosabb eleme, hogy mindenki jobban tud mindent valakinél, és akivel többen hallgatnak, akkor az már közösség. Kaganátus van, és nem tudom, vezérek vannak, és nem tudom, mik vannak, elméletek vannak, és így úgy, amúgy. Hanem tényleg, amikor nem így indulunk ki, hogy majd én megmondom, hogy mi a tuti, hanem abból indulunk, hogy működik-e, vagy nem hogyha kiveszünk belőle az, a, prote, a, protéziseket, amit a pénz tart fent, akkor képes, -e, vagy, képes vagy arra, hogy, hogy mondjuk teszem, az fenntartja egy minimális szintű életet. Tehát ha nem lesz távrecsegő protézised, nem lesz lábpótló protézised, nem tudsz ide-oda, ide, mindenhova jönni, menni szabadon, nem tudsz mindenféle dolgokat össze-vissza megoldani, akkor mire fogsz tudni menni? Mert ezt ennyivel ki lehet venni az életedből. Tehát így kell megvizsgálni ezt a történetet, és hogyha ezt sikerült megvizsgálni, akkor mondottak kezdve egy dologra kell törekedni, szerintem, én nem vagyok egy nagy megmondó, de az a véleményem, hogy ilyenkor arra kell törekedni, hogy menjünk oda, ahol már valakik valamit tudnak. És találjuk meg, hogy mi az a pont, amire szükség van, és legyünk azzá. Annak idején, amikor Karácsony Sándor, a felmenőim csinálták, itt hát, képzett pedagógusok voltak, lelkészek voltak, és ők azt mondták, hogy mindenkit annak kell felnévelni, aminek születik. Nem mindenki menedzser, nem mindenki jogásznak születik, külkereskedel, média szakembernek, naplópónak, senki házi csavargónak születik, hanem valaki mondjuk juhásznak születik akkor azt annak kell fölnevelni. És a társadalomnak képesnek kell lenni arra, hogy ezt a juhász olyan szinten becsüljen meg. Olyan helyen kezelje a közösség életébe, ahol neki ez nem, neki ez nem e, ciki. Ha meg nyugodt szívvel, le, szívvel, lehet az, ahogyan én mondjuk 14 évesen a szocializációnak egyik legfontosabb állomása Mongólia volt. 14 gyerekként, amikor ugye nézegettem, hogy most mi is vagy hogy is van. És ott azt láttam, hogy ott a az egyszerű pásztorembernek nagyobb volt a, a, a gyepénki, nagyobb volt a hatalma, a súlya, a szava, mint a miniszter helyettesnek, aki velünk vak, vakarózott oda, és a legtávolabbi is ültették a jurtának. Mert ő egy értéktelen ember volt. Kazakoknál ugyanez az akszakár föl a középre, és azt mondja, hogy na akkor te ide üsz mellém, És tényleg valójában az a természetes kép vetül le akkor, ahogyan az a társadalom működik. Ezért például a legfontosabb, mondhatom most már, mert elég szépen őszülök, a legfontosabb hiba, hogy az őszfejeket a mai társadalom mellőzi. Minden fiatal titán sokkal jobban tud mindent. Mert jobban ismeri a pillanatot, ami alapján majd ő megítéli saját magát és a közösségét, és abban jobban, jobban tájékozódik. Esetleg ő kötöttségek nélkül is jól működik, hiszen őt azért nem sok minden köti, és akkor ő a frankó. De azok a tudás elemek, amiket például én megtanultam, azok a világban már nagyon kevés helyen vannak. Tehát nagyon-nagyon kevés helyről lehet reprodukálni azt az emberi közösséget, amihez viszont muszáj visszanyúlnunk, mert másképpen nem működik. Ez a szemper reformanda eszméje, hogy a reformációt létre, az, hogy mindig vissza kell térni a tiszta gyökerekhez. Onnan, ahonnan az emberi mi voltunkat újra meg tudjuk ítélni, és tiszta forrásból, tiszta eszközökkel újra tudjuk teremteni a mi kis közösségünket. De nem magunkat, nem az egyén, egyént építjük újjá, hanem a közösséget, mert csak abban lehet megélni. Közösség nélkül nincs emberi létezés. A mai közösségek nem közösségek, hanem emberek halmaza. A random halmaz, amit összedobálgatunk egy lapáttal, és akkor ott csináljatok valamit. És mit csinálnak? Egymás terhére vannak, ugye? Mert egyik agyon nyomja a másikat. Nincsenek normális biokémiai ügyek, nincsenek normális terek az emberek körül, nincsen meg az a, az a feltétel, ami az ember alapvető pszichéjéhez és testi igényeihez szükséges, hogy meglegyen. És akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, nincs meg, de ez a tuti. Nincs meg, de ez a jó. És a kezdve aztán megyünk lefelé. Tehát közösségeket kell alkotni érdemben. Az egyik legfontosabb eleme az önellátás cél legyen. Az egy olyan eszköz, ami, ami napi sikerekkel állt el bennünket, és tényleg e, tudja struktúrálni az embereket, akik közösséget akarnak alkotni. El kell döntü, hogy nem kettő nap alatt leszünk egész emberek, hanem bizony 70 év. Mert akkor leszünk egészek, amikor már végigjártuk az életünket. Addig folyamatosan, ugye, mindig van bennünk egy kis bizonytalanság. Tehát, ha most kaptunk egy ilyen apropót ettől az eseménytől, hogy közösségek találkozója, akkor törekedjünk arra, hogy tényleg közösségek találkozzanak. És ha valaki úgy érzi, hogy ő még nem hasznos tagja, nem nélkülözhetetlen tagja egy közösségnek, akkor váljon azzá. Ne azt várja, hogy a közösség tűzön az ástaljár olyan célokat is, mert rá van írva, hogy XY nagy főnök. Ezt sosem senki nem fogja kiírni, illetve hogy kiírja magára nevetséges. Tehát gyakorlatilag ugye az a cél, találjuk meg a helyünket. Mint az emberi testben a májnak helye van, nem, nem fog ő vért keringetni, nem az a dolga. Meg nem is fogunk vele futni, mert valami puha tönkre mennék vele a májnak. Az a dolga, hogy, hogyha sokat ívott valaki, akkor segítsen rajta. Aztán utána persze ennek lesz bőtje. De mindenkinek meg kell legyen a saját szerepe, ami nélkül a közössége nem működik. És azonban nem kell értékelni magát, meg menedzselnie magát, mert akkor a közösség fogja őt értékelni jaj, ez el nem menjen, mert enélkül nem lesz kovácsunk, és ragaszkodni fognak hozzá. Csak egészen addig, ameddig pénzért meg lehet venni mindenféle hülyeséget, addig nem fognak ezek a súlyok maguktól kialakulni. Ezért kell törekedni rá, folyamatosan, tiszta lélekkel, mindig úgy gondolkodva, hogy mi lenne, ha nem lenne pénz. Mi lenne, ha nem, mit csinálnék akkor? És mindenki azt ah, én tudok paradicsomot termelni. Igen, mindenki tud paradicsomot termelni de csak paradicsomból nem lehet megélni. Akkor ki kell találni, hogy mindenki paradicsot termel, akkor én most ásót fogok kovácsolni. Az első nagyon gírba gurba lesz, meg egyszer lenyújjuk a földbe, kétszer el fog törni, de elindult egy út, és előbb-utóbb lesz ásó. És akkor el kell gondolni, és akkor mi van utána? Tehát valahogy el kell vinni, kell, aki mondjuk teszem azt egy lovat, tenyészt, amivel lehet menni ide-oda-oda. Tehát ezek nevetségesnek tűnő dolgok. De amikor a világban a a valódi dolgok nevetségessé válnak, akkor nem a valódi dolgok a nevetségesek, hanem a világ, amelyik kineveti őket. És tegyük nem szabad, hogy ebben a folyamatban részt vegyünk. Ha már ide eljöttünk, vettük azt a fáradtságot, hogy ez a hívószó ide elhozott bennünket, akkor legalább ezt az egy dolgot ilyen formán mindenképpen muszáj magunkban alaposan végigjátszani. És az az egyetlen komoly tanulság, hogyha valamire rájöttünk, akkor utána ne keressük meg a magyarázatot, hogy miért nem csináljuk meg. Az emberek saját magukat beszélik le arról, hogy boldoguljanak. Rájövünk, hogy nem jó, elmegyünk, meghallgattuk, már mégse, kész. És itt vége is a dolognak, és én hiszem azt is vallom, hogy egyrészt az én szűke pártiám, a Dunakanyar, azon belül a Szentendei sziget, egy kulcsfontosságú szerepet fog betölteni a magyarság újraépülésében. Nem a gazdasági újraépülésében, hanem a szakrális, a lelki, a közösséget jelentő tartalmak mentén fontos lesz. Azért, mert mi úgy döntöttük, hogy fontossá válunk. Eldöntöttük és csináljuk. Igaz, hogy már mondjuk, hogyha tényleg optimista vagyok, akkor, akkor minimum 60 éve, mert 3 éves korom óta már a meséken keresztül tanultam a dolgokat. De hogyha csak objektív leszek, <kül> akkor is 43 éve, hogy magamat kicsit módosítsam. Tudatosan ezt az járom. És mivel hogy ez nagyon hosszú idő, sajnos, hál' Istennek, ezért volt idő mindenre. És hogyha ezeket a dolgokat tényleg komolyan veszük, akkor ez mindenkinek sikerül. Én semmivel nem vagyok, és az általam ismert, ezen az úton előre haladott emberek semmivel sem jobbak, ügyesebbek, erősebbek, mint bárki más ebben az országban. Egyszerűen csak ezt akarják. És ezt megcsinálják. Ugye volt egy elmondatom annak idején, az volt egy elmondatom, hogy nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Ugye van egy ilyen, mert az ember a gátakat magába teszi bele. Ó, ez biztos nem fog tudni megoldani, ez nem fog sikerülni. Ez a Rozinak se sikerült, meg a Pityúnak se, nekem se fog. És akkor kész, onnantól ez az már nem egy opció. Azt már nem fogja megpróbálni, ott már nem, fogja, nem próbál azért megküzdeni. Tehát igazából magunkat tudjuk csak meg, senki más nem tudja az embert megállítani. Egy jól irányzott pisztolygó, jó az igen, de egyébként a másik ember nem tudja, amit akar, az akar, kész. Ugye ezt tudjuk, ma is így működik a világ, amit igazán akarunk, azt megtesszük. De a mostani jelmondatom sokkal, sokkal szomorúbb. Mert öt éve az a jelmondatom, hogy szegregár ne tesse ezt. Ez azt jelenti, hogy muszáj elkülönülni. Tehát nekem muszáj a korpa közül valahogy kivonni magam, mert nagyon gyorsak a disznók, és sokan vannak, és nagyon, nagyon itt vannak már. Tehát igenis, le kell választanom magam, ha magamat meg akarom őrizni, le kell választani magam arról a korpa közegről, ami körülveszben, mert amíg benne vagyok, nem látom, hogy mekkora az őr. Tehát el kell különülni, és a közösség pont erre való. A közösség arra való, hogy meghatározzuk, hogy meddig terjedünk el, mi a közös célunk, mi a közös erőnk, mi a közös képességünk, és az képesek legyünk azt minőségé formálni, és azt a minőséget pedig megőrizni. Megőrizni, mert ez a mi dolgunk mert nem szeretnénk eltűnni, mert nem szeretnénk feloldódni, se nemzetként, se családként, se egyénként, és minden egyes szintjét az emberi társadalomnak a működő, önellátó, önfenntartása, önvédelmére képes ö, közösségek fogják megőrizni. Minden, ami ez ellen irányul, az az ember ellen, az ember ellen, emberiség ellen, nemzet, haza, család, mindenféle ellen, ellen működik. Az az embert akarja elpusztítani tövestől. Ugye Jézusnak van egy alapvető tanítása, az úgy szól, hogy a beszéletek olyan legyen, ami igen, igen, ami nem, az meg nem. Mert minden más, ami ezen túl megy, az a gonosztól való. Tehát ez, ez így van. Minden életünk, életünk, minden pillanata egy, egy kérdés. Most ez igen, vagy nem? És a választ ez igen, ez meg nem. Mert ha elkezdünk hadoválni, hogy majd ekkor lesz igen, most talán még nem, de majd esetleg majd, hogyha ilyen fed, akkor majd talán egy igen, az minden más a gonosztól való. Nem lehet így előre jutni, ha nem tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. Nem tudjuk, hogy mi igen az életünkben, és mi nem. És ezeket a dolgokat, igen, nagyon tragikusnak tűnik, hogy ezeket az ember előveszi. De nem tudunk olyan dolgokat mondani most, ami könnyű megoldásokat ígér. Nem tudunk vidáman hazudni, mert ahhoz elmegyünk a kocsmába, ha járnék, megfelelő rozéfrocs mellett elegánsan kifejteném a kis gondolataimat, aztán hazamennénk, és nem történne semmi. De itt van tendő. Nagyon sok. És nem csak a kultúravesztés miatt van. És nem csak az egyén kiszolgáltatottsága miatt van nagyon sok tendő, nem azért, mert egyszerűen most már a bőrünk nem megy a játék. Ha hisszük, hanem Ben vagyunk az olba. Jóléti társadalom van, kérem. Ben vagyunk az olba. Bementünk, elhagytuk a a durva szőrzetet magunkról, elhagytuk a gyors lábakat, acélos inakat, kemény patákat, éles fogakat, ott vagyunk bent, és várjuk, hogy mi lesz. Aki kimászik az óból, annak van esélye, aki nem, annak meg lesz valami. Azt nem tudjuk mi, lehet, hogy hülyeséget beszélek, mert ennek felese lesz igaz. De mindaz az érték, amit én most értékén kezelek, az akkor is érték, ha bármi történik. Nem vesztek semmit azáltal, hogy a villázás miatt erős akarom, nem a konditeremben rángattam egy darab vasdarabot. Vagy esetleg azért lesz jó ö, tüdőkém, mert mondjuk teszem azt trendi módon futkározok, vagy kerékpározgatok szűknacikban, is ez az önmegvalósításnak a non plus Én azért tudok futni, mert amikor a bika megkergetett, muszáj volt elmennem. És ez a része nem mindegy, hogy hogy működik az életünkben. És egyébként meg a vége ugyanaz lesz, tudok futni, meg jó bicepszem lesz, nem mindegy, hogy mivel érem ezt. Nem ennyiben, nem mindegy. Tehát nem, ez nem ez gyászbeszéd volt, kérem szépen, én tanúbizonyságot szeretnék arról tenni, hogy lehet, mert, mert megvan, csináljuk, megvan, működik sokan, nem csak én, sokan, de nálunk, nyilván sok mindenkit nem látok, de, de nagyon kevés olyan helyet látok, ahol tényleg ez a komplexitás lenne a cél. Nálunk ez volt a cél is, és megvalósítható. Igaz, hogy nagyon kevesen vagyunk, de kevesen is megvalósított. Ez ebben a trükk. Ha mondjuk ötször ennyien lennénk, akkor egy fél megyét fölépítünk. Bocsánat, fél vármegyét föl tudnánk építeni. De csak ennyien vagyunk, és ezért csak egy, egy pár száz hektáros területen tudunk teljesen önfejlesztő, ön ön, ön erősítő módon tudunk egy olyan függetlenségre szert tenni, amit mondom, csak pisztolyjal lehet azzal lehet megállítani, mert mással nem, mert a kakuk fűkinő a főből, és a főből, és a, főből, vagy a földből, és akkor mi kakuk fűvel fogjuk a bárány szomba tenni. Ja, hogy ez tényleg trendi, ez valóban így van, de nekünk ezt nem kell megvenni. Úgyhogy mindenki arra bozdít a két dologra, hogy ha van ilyen terve, közösségekben gondolt, akkor tényleg azon gondolkodjon, keresse meg azt, ahol vannak kezdeményezések, csatlakozzon oda, egészítse ki, tegye tökéletesi a rendszert, ami, ami a körülötte van, legyen aktív formálója a saját életének, hozzon döntéseket, a döntéseket tartsa be, ne kifogásokat keressen, nem menekülési útvonalakat keressen, hanem célokat, ami mellé oda tudja tenni magát, célokat, amiért tud harcolni, és amit nem fog soha hagyni. Mert az emberi közösségnek a legfontosabb eleme a lojalitás, az, hogy nem fogom otthagyni a másik embert a bajban, hogy nem fog félúton kipattani, eltűnni, lelécelni, hanem tényleg, és ez egyébként a mai erkölcsi állapotokban egy nagyon könnyen túlélhető történet, mert hát nem értem meg, léptem. Tehát ezeket a dolgokat tisztába kell. És hogyha van még az emberekben ilyen típusú tartás, és ilyen típusú erő, és van egy ilyen szándék, akkor az megvalósítható. Én csak ezt akartam elmondani, hogy megvalósítható. Köszönöm szépen a A Fentartható Visszafejlődés YouTube csatornával az a célunk, hogy bemutassuk, hogy van egy másik élet, melyben igazán kiteljesedhet. A Tanya Egyetemmel pedig az a célunk, hogy azokat, akik erre az útra rálépnek, tudjuk azzal az információval és tudásanyaggal támogatni, ami ahhoz kell, hogy ezt az életet sikeresen tudják élni, ne kelljen végigmenni azokon a problémákon és azokon a nehézségeken, kell az elején nekünk végig kellett menni. De nekünk nyílt évünk van, nem nyílt napunk. Egy nap alatt semmit nem lehet megmutatni. Tehát egy nap alatt lehet beszélni arról, hogy ja, de ügyesen kaszálok, de azt megmutatni sem lehet igazából minden fortéját, hogy kell a füvet vágni, hogy kell a lucernát kaszálni, hogy kell a búzát learatni kaszával. Erre egy nap nem lehet. meg tudjuk mutatni, de egy nap alatt nem megy. Tehát egy nap alatt mi jelenségeket tudunk bemutatni, de jelenségekkel nem tudunk foglalkozni, mert nincs semmi értelme. Ugyanis pont elég öreg vagyok ahhoz, hogy pontosan tudjam, hogy ezek semmire nem jók. Hát arra jó, hogy magunkat fényezzük, elárasszunk embereket mindenféle csodálatos gondolatokkal, de az, hogy mi a gazdaságunkból megmutassuk, meg tudom mutatni, itt van 120 darab szürke marha. Tetszik látni? Ez 120 darab szürke marra. Itt van 80 darab magyar tarkatején. Ez 80 darab, bemutatom őket. Itt van 40 Ez, és ezeket meg tudom csinálni. Tehát vagánykodni tudnék? tudnánk ezzel, meg ki vagy iskodni, mink, van, meg büszkélkedni. De semmi nem tudunk választ Van egy olyan Molnár Vioskovács, itt kicsit visszaidézik, van egy évkör. Év, kör. Az maga egy életnek egy teljes köre. Az alatt lehet megmutatni az egész tudományunkat. A másik kérdés az, hogyha a egyik dolog az, hogy én most jó, nem érdem, nem erény, de én még életemben se vitorláztam. Tehát én nem tudom, hogy ez ez, 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 nyilván... Vannak olyan dolgok, amik nem tartoznak ebbe bele. Nyilván ön másképpen indult el, és ezt teljesen elfogadom, és, és, tényleg egy kitűnő áldozat, egy kitűnő eredmény, hogy, hogy elkezdte ezt a munkát. De az biztos, hogy én sem a teljességre törekedtem, mikor elkezdtem. Én magyar agarat kaptam 14 évesen, és utána pedig kuvaszaim lettek, és aztán mudim lett, és mikor Mudin le, mudim lett, akkor elkezdtem gondolkodni, de jó, de nekem miért nincs juhom. Engem soha nem érdekelt a komplexitás. Egész addig, amíg rá nem jöttem hogy másképp meg nem lehet. Tehát vagy tudom az egészet, vagy nem tudom. Vagy látom az egészet, vagy nem látok semmit. Tehát azért kezdett érdekelni, mert csak egészben működik. Meg megtanították, hogy orvosi a holisztikus gyógyítást, mikor az egész embert vesszük Alap, alapul. De én rájöttem, hogy a holisztikus gyógyítás nem azt jelenti, hogy az ember, az egész ember gyógyítom, és nem csak a máját, hanem a mindenfélét, hanem hogy az embert a környezetével együtt gyógyítjuk. Ez a holisztikus gyógyítás. Amikor én például most környezetgyógyító vagyok, ami azt jelenti, hogy mi kulturálisan is olyan tartalmakat viszünk a közösségünkbe, amik nem hókusz-pókuszok, mégis gyógyítják az emberek széjét úgy tanítjuk a gyerekeinket, olyan eseményeket szervezünk, amik szegmenseiben mindenképpen ráillenek erre az egészre. Olyan élelmiszereket termelünk a saját közösségünknek, amitől gyógyulnak, nem betegek lesznek. Tehát valójában a komplexitás, én csak beszélek róla, mert most tényleg már meg tudunk maradni, de még mi minden hiányzik. Hát én nem tudom mondjuk cipőt talpalni. Sose fogok tudni. Mi van még a faluban egy ember, aki tud? De azt már nem tudom rávenni, hogy cipőt talpaljon, mert azt mondja, hogy már neki ez nem éri meg, mert pénzért veszi az áramot. És egész addig, ameddig valaki nem jön oda, hogy én igenis meg akarom tanulni, én kifizetem neki a oktatásának a díját, és akkor utána ne Párizsba menjen el úri cipésznek, hanem maradjon nálunk koszos bakancsokat foltozni. Tehát azt tudom erre mondani, hogy nagyon szívesen nyitva vagyunk, de, de, nem, de nem, nem, én leszoktam, én régen jártam, és akkor bemutatóztunk, itt lőttünk, ott egy palota játékot irányítottam két évig, rögdöstük egymást a lóról, püföltük öt kilós vasakkal a másikat, nagyon izgalmas volt, mert azt hittem, hogy ez majd az emberre olyan igényt olyan fog bennük támasztani, hogy ők is törekednek majd arra, hogy a teljessége egészében, meg hogy megismerjük, nem, a buli érdekelt az embereket. Én meg bulit nem, bocsánat, de nem szeretnék fenntartani, Úgyhogy szívesen lehet jönni. Mondom, akkor valaki eldönti, hogy mondok egy egyszerű példát. Én hét és félig vezettem egy rádióműsort Gödöllön, az volt a neve, hogy értékmérnek. Ez abban az időszakban volt, amikor a magyar kultúra szányalat 2003 és 10 között, mint tudjuk, akkor a nemzeti tartalmakat imádták a kormányzat, ön szerette őket elnyomni, tehát eltitkolni. Abban az időben például a magyar Névzene, vagy illetve a kárpát névzene Névzene fél órában volt reprezentálva az összes magyarországi rádióadóban, az összesben. És akkor én csináltam egy olyan műsort, ami négy órás magazin ismerős arcok, gimes, kormorán, teredem, teredem, autentikus zenék, stb. Tehát hallgatta rengeteg ember Budapest agglomerációjában, mindenki világszerte hallgatták interneten, és akkor én felajánlottam azt, akkor még élt az Oswald Franci bácsi, egy komoly ilyen bognár kerékgyártó volt. Még öreg volt az öreg, de már hogy öreg volt. De ő még tudta magát. És akkor azt mondta, hogy emberek, tessék idejönni három fához értő ember, aki már látott gyalúgépet, nem tudom micsodát, tud ezt azt csinálni a fával. Én megrendelek a franci bácsira egy szekeret, a farészeinek a megcsinását, három embernek fizetem a lakását, tényleg, tényleg mindenféle dolgot tanuljuk meg, rögzítsük videóra, mérjünk, centízzünk, találjuk ki, örökítsük meg, hogy ez hogy működik, és a kezetekben legyen benne. És mivel, hogy ezt be is kell vasalni, ezért három vashoz értő embernek pedig a Juhász Laci nálunk lévő kovács majd megmutatja, hogy kell bevasalni egy szekeret. És hogy ezt nem maradjon el, ez a tudás minden évben rendelek ettől a hatostól, rendelek egy, egy szekeret. És akkor minden évben lesz, egy nem tudom, miért kell nekem annyi szekér, de, de, rendelek egy új szekeret, és akkor ez a tudás megmarad. Mert hogy Magyarországon már nincs ilyen, aki ezt tudja. Angolok tudják, ilyen fejletlenek. Angolok ilyen nagyon degenerált népség, még szekeret is tudnak készíteni, kérem. Meg az összes nemzeti mesterségüket félve óvják, van. Erre mindenféle szándékuk és véghez is viszik. Ezt körülbelül négy éven keresztül hirdettem hetente. Egy nagyon gyors kérdés szeretnék föltenni, hogy a itt jelenlévők közül vajon kitipel arra, hogy hárma jelentkeztek ketten, egy, nulla. Három hónapot senki nem adott az életéből azért, hogy az én költségemben megtanulja valamit, ami ő többé teszi. És még emellett egy nagyon-nagyon magas uh, színvonalú uh, tudást is magáival tegyen mind a mellett. Nem volt, egyszerűen nem volt. És nem, nem lehet az, hogy nem volt média, meg szegény magyar kultúra, vagy nem tudom, hogy volt, hogy ne lett volna. Rengeteg ember ez elért a dolog. És nem volt. És mikor egy, egy, egy másik ügy kapcsán én a figyelmet, akkor egy kedves, hogy föl, fölhívott, és azt mondta, hogy egy betelefonás rádió is volt. Hát, a doktor úr, már ne, ne, ne tessék annyira idegeskedni, mondom, de mi? Akkor arról volt, hogy a gödöllői kisállattenyésztő kutott intézetet felszámolják, és az ott lévő magyar genetikai, állati genetikát azt szélebb bocsátják, mert valami akkori politikusnak megtetszett ez a 20 hektáros gyönyörű tavas terület. És mondta, emberek, fogjunk össze, mindenki vigye haza bizonyos fajtából, tíz tyúkot, egy kakas, teptó, és akkor játszunk vele, és akkor megmarad. És, és ezt mondogatom, mondogatom, és hát csak vagy, hogy tessék ezt már abba hagyni, mert minek idegeskedik, mondja ő nekem. Hát mondom, nem idegeskedem, mert addig vannak ilyenek, mint maga, hogy megcsinálja, de nekem nem kell, mi, mi addig majd imádkozunk. Hát mondom, akkor imádkozzanak. És tehát így működik a világ. Valami oknál fogva az emberek tudatában ez nem egy pálya. Vágyunk utána, eljövünk ilyen eseményekre, megtervezik az életünket, játszunk is vele picit, de nem, az életünk kiteljesedését nem tudjuk ezen a módon elképzelni. Pedig csak így lehet. Ez, ezt még én biztosan állíthatom. Ha mindenki azt mondja, nem lehet, én akkor is azt mondja, hogy igen. Azért, mert én ezt végigcsináltam. És ezzel nem büszkékedni szeretnék. Mert esélytem arra, hogy ez lenne a célom. E, mert akkor máshol büszkékednék. Nem, azért értem, hogy erről hitet tegyek. Tehát hogy elmondja, hogy igen, hát ez nem egy üres történet. Ez igen, és akárhány évesen neki lehet fogni. És nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert egyszerűen mert ebben van energia, van saját energiája, olyan növekedési eréje van, ami, hogyha ha el, látjuk minden, egy kis paradicsom magot és őszerezzük a száz paradicsomot róla. Tehát az ott van benne, hát azt az kell megtalálni, a, nem csak a paradicsomban, hanem minden mással, ami ezzel kapcsolatos. És hogy nem érdemes mással foglalkozni. Hát egyszerűen nincs más, ami utánokat. A nagyapám azt mondta, halottas ruhán nincsen zseb. Ezt egyébként nem tudom, hogy ez így van-e, de én szerintem igen így van. Mesztelenül érkeztünk, mesztelenül távozunk. Csak hogy mi közben mit csinálunk, az a nem mindegy. Úgyhogy mindenkit még egyszer arra biztatok, mielőtt itt valaki bal kezemben nagyon nem csap, hogy, hogy nyugodtan, nyugodtan, el kell indulni, egymás kezét meg kell fogni, és hasznossá kell válni. Ennyi az egész, és hogy tényleg hitet szeretnénk tenni amellett, hogy igenis lehet. És ha valaki szeretné tudni, és van rá egy éve, akkor látjuk tisztelettel, szeretettel. Még egyszer köszönöm a lehetőséget. A műsorszám támogatója és partnere a Pompomárt Stúdió, az informatikai megoldások szállítója.